Lassan egy hónapja kezdte meg a felkészülést a PEAC női kézilabda csapata a következő szezonra. Pap László együttese idén az NB1B-ben játszik, ahol az új lebonyolítási rendnek köszönhetően még 15 másik csapat küzd a bennmaradásért. A fiatal kézilabdázókra nehéz év vár, ezért is került be az alapozás programjába több edzőmérkőzés. Legutóbb a Kecskemét gárdáját fogadták Pap László tanítványai. Nem a megszokott ritmusban kezdték az összecsapást a házigazdák, így az első félidő végéhez érve még egy pontos hátrányban voltak a pécsi lányok. A második játék részben aztán sikerült felpörögniük, ennek köszönhetően fordítani tudtak, és végül 32-30 arányban be is húzták ezt a találkozót. Sajnos nem úgy jut a mérkőzés, mint ahogy megterveztük, vagy elterveztem, meg eltervezték. Azért eddig ez a probléma nem volt, ahogy beleálltunk a mérkőzésbe. Nyilvánvalóan bele szerepet játszhat a fáradtság is, azért ki vagyunk ez múlt héten is, meg ezen a héten is hegyezve fizikailag, úgyhogy az benne van, mert egyáltalán nem tűntük frissnek, és nagyon-nagyon, tehát olyan sebességgel próbáltunk kézilabdázni, ami sem az osztályban nem megfelelő, de mi meg aztán biztos, hogy nem tudunk ezzel a sebességgel kézilabdázni, így is rengeteg hibát vétettünk védekezésbe, elmaradtak a fautok, lekéstünk mindig a labdákról. Az ellentámadásoknál lassú döntéseket hoztunk, és amikor helyzeteink voltak, azt olyan, hogy is mondjam, sebességgel támadtuk meg, amiből, ami eleve hamvába volt, tehát én úgy gondolom, hogy ilyen hiba elkerülés történt a pályán, ami nem hozhat jót, nekünk nem is hozott jót, úgyhogy kaptak egy kis felmosást a lányok a szünetbe. Igazából most, hogy mondjam, tehát olyan nagyot nem változott a játéképe, kicsit jobban pörögtünk a másik fél időbe. Nyilvánvaló, hogy itt a védekezésnek a hatékonysága és a pörgése az egy kicsit meghatározta támadásainkat, még így is millió olyan hiba volt, ami miatt könnyebbé tudtuk volna tenni magunknak a mérkőzést, tehát gondolok itt, hogy az egyedül induló, mondjuk egy passzos ellentámadásainkat rendre nem vettük észre, vagy tele voltunk rossz hibával, rossz passzokkal, és nyilván még mindig nem mindenki azt játsza, ami az ő erőssége, úgyhogy van még mind dolgozni, de nem baj, ilyenkor kapunk legalább egy kis pofont, és akkor fölébredünk talán. Nyáron érkezett a csapathoz Pál Eszter. Elmondása szerint hamar beilleszkedett a PEAC közösségébe, és jól érzi magát Pécsett. Eszter a tavalyi szezont a Mohács csapatánál töltötte, ahol a gárda egyik legjobbja volt. 29 mérkőzésen lépett pályára, és 80 gólt szerzett a 2002-es születésű fiatal kézilabdázó. Az első fél idő nagyon döcögősen indult, nem nagyon találtuk a helyünket, sok zicser is kimaradt, viszont a második fél időre szerintem egészen összeszedtük magunkat, és örülök végül is, hogy két góllal tudtunk győzni.